2010-ben sajnos kaptam egy érszűkületet, de még a 2010-es évet azt még véglovagoltam. Nyertem nagyon sok versenyt, nagyon nagy versenyeket nyertem még 2010-ben, és utána már, de az már nagy fájdalmak volt. És utána már nem bírtam tovább, és akkor bementem a Országos Orvosi Rehabilitációs Intézetbe, Budakeszin, és ott a Tila mondta, hogy sajnos ez már menthetetlen, amputálni kell mind a kettőt. És utána 7 hónapig voltam bent, és most jöttem ki 16-án, igen. Én most elkezdtem menni ezt a lósportot, mert ugye nekem van egy álmom, nyertem 99 versenyt, és én még azt az egyet meg akarom nyerni, hogy meg legyen a 100. És utána abba adjam az egészet. Hát a főorvos úr meg azt mondta nekem, hogy később gyakorlás után el lehet hagyni a botokat. Sokkal bot nélkül is lehet majd menni. Mennyi időt mondtak? Hát egy pár hónap. Pár hónap és akkor. Nem vagy elkeseredve? Nem, nem, végül is. Ezt el kell fogadnom így, ahogy van. Zene az azért van, mert vannak ilyen ideges természetű lovak, és akkor a zene hatására a lovak így valamelyik meg tud nyugodni, de valamelyiket például ellenkezőleg jön ki a hatása, idegesíti. Szia, kicsi! Szia! Szia! Szia, papa! Hát én nekem nagyon rossz volt, hogy a lovakat nem láttam. Ez az olyan, mint amikor a gyerek nem lássa az anyukáját egy pár hétig. Nekem körülbelül ugyanaz a lovaknál is. Hát én ugyebár ezekkel kelek, ezekkel fekszem, egész nap ebben vagyok benne, és hiányoznak a lovak nagyon. És ilyenkor, amikor látom, hogy így munkába mennek a lovak, akkor megszakad a szívem, hogy nem én ülök rajtuk. Fog meg, följebb fog meg, tudod, ne, úgy, hogy ez a... Meg lehet ezt találni. Jaj. Fú, deved lesz, jaj, deved lesz. A nagy visszatérés, kérem. Kilépek az ajtón, és akkor hogy már rögtön a karámba szaladgálnak ott a lovak, és akkor nekem ez erőt ad megint, hogy ez az én sportom, ezt csinálni kell, nem szabad feladni. Óriási, ez nem tudom elmondani, ez nagyon nagy érzés. Újra erőt ad!